Hát sziasztok, én Volosinovszki Gyuri vagyok, Arias Volo, és itt vagyok az első Fashion Awards partin, ami Gold Masquerade névre hallgat, és rengeteg sztárvendég várható még ma este, akikkel interjút fogunk csinálni. Tartsatok velünk, és továbbra is kövessétek a Fashion Awards oldalát! Mellettem Györfi Pál, és nagyon remélem, hogy nem fogsz leszúrni, hogy ilyen közelségben beszélünk, partizunk, jól érezzük magunkat egy picit. Olyan gyorsan visszaálltunk erre a normális életre, hála Istennek. Én fiatal koromban nagyon sokat jártam bulizni, nagyon sokat jártam éjszakába, és valahogy ez nem múlik el. Akiben ez benne van, ez az ösztön, vagy ez a késztetés, annak nagyon jó érzés mindig egy ilyen buliba eljutni. Persze van egy másik oldala is, szerintem nem árt, hogyha van egy mentős a társaságban. Mellettem egy nagyon kedves barátnőm, Kocka. Sziasztok! Ugye én voltam a legutolsó Random Shooting Day-en, 2023-ban hol várható? És 2023-ban, mert az a különlegesség az egész, hogy az Off-Kultúrház, vagyis a helyszín, nagyon szerette az eseményt, és újra befogadnak minket. Támogatják azzal az eseményt, hogy megint adnak nekünk helyszínt, úgyhogy ez november 29-én lesz 2023-ban, és nagyon köszönjük nekik, ezt a lehetőséget megadják nekünk. Remélem, ti is ott lesztek. Ott leszünk. Köszönjük szépen. Hát mellettem áll Cutor Zoltán. Mellettem pedig Volosinovszki György. Na most már ugye a vér vízzé nem válik, mondják. Van neked egy csodálatos gyermeked, aki most színházi babérokra tört, színészi babérokra tört. Igen, 2022. augusztusában kaptunk egy ilyen felkérést, mert a Valahol Európában a gyerekgárdájának egy része kiöregedett a szerepből, és elhitták válogatott. Az első válogatón megkapta az egyik gyerek főszerepet, a szeplős szerepét, és nagyon ügyes volt. Nyilván nagyon izgultunk, hogy ő hogy állja meg a helyét, de nagyon, nagyon otthonosan mozog. Annyira fesztelenül áll egyébként a színpadhoz, a zenéhez, vagy éppen a színházhoz, ahogy én soha nem tudtam. De közben ezzel van ám nagyon nagy dilemmánk, hogy szabad egy amúgy nagyon tehetséges gyerekkel ezt csinálni. És az a dilemma oka, ha nem csinálsz semmit, meg nem hagyod, akkor az eltékozott talentumok helyzete áll elő. Ha elkezdesz egy picit jobban törődni vele, vagy menedzselni, vagy nyomulni, akkor meg az a fajta nyomuló szülő, aki szerintem minden jó érzésű embernek antipatikus. Úgyhogy én megpróbálok azt szoktam mondani, egy aktív figyelő állásra helyezkedni. Mellettem Széles Iza, és még mindig írtó jó hangulatban 10 éve. 10 éve, így van, azóta is narancslevet iszunk. Igen. Na Iza, azt láttam a social fiókjaidon, hogy ugye most elindult egy új megmozdulás a Curtis-szel, mesélj erről. Igen, nagyon-nagyon lelkes vagyok, mert hogy tegnap volt a sajtótájékoztatója és bemutatója a Curtis Live Bandnek, és hát nagyon izgalmas időszak kezdődik, most ezt a tavasztól nyárig, még talán ősszel is lesznek koncertek, ugye az a lényege, hogy most élő bandával fog fellépni az Aki. Mellettem Fehér Balázs, aki rogyaszt. Köszi Balázs! Szia, hello! Nagyon jó kis showt nyomtatok, hogy érzed magad? Köszi szépen! Hát ez, én ugye most már nem sűrű játszom, mert rakosgatom össze a kis dalaimat, meg az albumomat, és keresek magam mellé mindenféle embert, akivel tök szívesen bratyizok és zenélek. Ugye most kijött egy új dal, a Puskás Dalos Bogival, hogy jött az ötlet, hogy ti így összeálltok? A Bogival és az édesanyjával a Fashion Awards bulin találkoztunk, és ott meghívtak a szülinapjára, az édesanyja szülinapjára, és ott már az apja is elkezdte rebesgetni, hogy nekünk kéne valami duettet csinálnunk, és hála Istennek a Bogi hallgat a szüleire, és megmutatott nekem egy dalt, amit egyébként egy közös zenész társunkkal, az Emillel írtak közösen, és egyből megtetszett a demo, és aztán ráfeküdtünk, és nagyon gyorsan 3 session alatt meg is írtuk a dalt, forgattunk rá egy klipet, és hála Istennek most kijött. Én nagyon-nagyon csípem ezt a dalt. Mi volt az, ami mondjuk lelkileg változott az elmúlt időszakban, hogy úgy döntöttél, hogy megint beleállsz a zenélésbe, megint azt mondod, hogy a nagy publikumnak megmutatod, hogy ki az a Fehér Balázs, illetve azt, hogy milyen gondolatok és érzések vannak a zene hullámján. Szerintem
egyrészt nem volt más választásom, mert hiába okoltam a zenét sokáig, azt hittem, hogy ő a hibás azért, hogy nem voltam boldog. De nem, a zene az egy, csak egy dolog, ami azért rendeltem valamit, és elkezdtek újra visszaszivárogni azok az ötletek, amit a tehetségemen keresztül egyszerűen muszáj voltam kiírni magamból, kiköpni azokat a dolgokat, amik ott mélyen belül bennem voltak, és megint egymásra találtam a zenével, és egyre több emberrel a zenén keresztül újra. Most de nem csak kollégával, hanem mondjuk téged is ide sorollak, meg azokat az embereket, akik újra bekerülnek a periféria, amit hallgató, vagy egy barát, vagy bárhogy. Tehát a zene az valószínűleg egy levakarhatatlan dolog lesz rólam, és ezt nem is bánom egyébként, ez egy tök jó. Örülök, hogy újra megtaláltuk egymást. Zárszóul mit üzensz azoknak, akik mondjuk picit még félnek attól, hogy elmenjenek bulizni, nem mernek kimozdulni? Ma mit mondanál? Azt gondolom, hogy a testünk egészsége nagyon függ attól, hogy a lelkünk hogy érzi magát. Így aztán mindenki találja meg az örömet az életében, és akkor az egészség is meg lesz. Legyen ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm az interjút. Köszönöm.